Idén 25 éves a Budaörs-Breczfel testvérvárosi kapcsolat. Ez alkalomból egy népes 84 fős delegáció látogatott el ide Budaörsre Németországból, akik kicsit nosztalgiáztak, megnézték a városunkat, és a jelenlétükkel emelték a Budaörs Fesztivál fényét. Hogyan talált egymásra a két település, Budaörs és Breczfeld az 1980-as években? Az első látogatás tehát a Herbert részéről kezdődött egy hivatalos megbeszéléssel. Azután mi csináltunk egy nagy programot nekik, hiszen lehet, hogy ma már kevesen tudják, de amikor a járásokat felszámolták, mint közigazgatási egységet 1984-ben, akkor a volt budai járás, amelyik korábban Érttől Pilisvörösvárig terjedt, ennek a nagy része Érdet kivéve, meg ott még mellette valamelyik községet. Tulajdonképpen a többi község a járásból megmaradt egybe, és mint város környék működött, de mondták azt is, hogy egy kicsit a megcsonkított járásnak adtak egy más nevet, és akkor ennek Budaörs lett a központja. Tehát sok sváb település, Solymár, Piliscsaba, Pilisvörösvár különösen, ezek szintén közigazgatásilag a mi területünkhöz tartoztak. Ezeken a községekben mindenhol lehetett élénk nemzetiségi életet tapasztalni, és hát Herbertéket tényleg ezekre a helyekre elvittük, még Schwabbálba is voltak, és a búcsú találkozónkon, ami Martonvásárban, a Kukorica csárdába zajlott, ahol ott volt a Herbert, a felesége, a Hanne, ott volt a Schmidt házaspár, ott volt a Prach házaspár, és még egy nagyon kedves ember, a Taferner Gyuri, aki zsámbéki, de olyan zsámbéki, aki budaörsinek is vallotta magát, ez egy nagyon okos, szellemes, egyedülálló ember volt. Hát itt ezen a találkozón végérvényesen megpecsételődött a mi személyes kapcsolatunk, és a Herbert meghívott családommal együtt. Hát mondtam neki, sajnos Herbert, ennek nehézségei vannak, mert ugye abban az időben ez az ön számára valószínűleg teljesen ismeretlen. Minden három évben kapott az ember külföldi utazáshoz konvertilis valutát. Utazhattunk, ahányszor akartunk, csak pénz nem volt hozzá. Ezekben az években korábban utazni se lehetett. És aztán áthidaltuk ezt a dolgot, a Herbert egy meghívó levelet küldött, kijelentette, hogy nem fogok éhen halni ott náluk. És augusztusban, 87. augusztusában kiutaztam. De ezt az utazást, majd a következő évek utazásait mind abszolút magán emberként produkáltam innen, Magyarországról. Persze Breczfeldben nem úgy tekintettek, mint egy magánembert. És ez egy jeles alkalom volt, amikor kiutaztam. Egyrészt közvetlenül a kiutazásom napján avattuk föl a helytörténeti gyűjteményt, amelyik ma egy komoly, kiterjedt múzeum. Hát a benne levő anyagokat úgy gyűjtötték össze, és itt megint mondhatok egy olyan nevet, ami lehet, hogy sokaknak már az emlékezetében sincs, Küzér Ferencné, aki akkor az óvoda alkalmazottak fő embere volt, tulajdonképpen ő gyűjtötte össze, sokak segítségével. Breczfeldben akkor avatták fel az új Rathaus-t. Egy vadonatúj épület volt. Hát én ugye, mivel nem írhattam ki ide magamra, hogy én mint magánember vagyok itt, nem tanácselnökként Magyarországról, én igyekeztem félrehúzódva jelen lenni ezen az ünnepségen, de hát érdekes szituációk történtek. Először is megjelent az akkori Bundestag elnöke, dr. Philipp Jenninger,
akit érdekes módon nem testőrök és rendőrök hada kísért, hanem leszállt a rétre egy helikopter, kiszállt belőle a Jenninger úr, és oda sétált a ünnepség helyszínére. Na most ő egy beszédet mondott, sokak mások is ugye méltatták ezt a nagy eseményt, a városháza felavatását. Hozzá kell tennem itt egy pillanat alatt, hogy hát a németek elképesztően tudnak ünnepelni, szóval mi sehol sem vagyunk hozzájuk képest. Ezek olyan emberek, akik ha munka van, akkor dolgoznak, akkor nincs más, de ha ünnep van, akkor aztán nagyon ünnepelnek. Nem mértéktelen italfogyasztással, hanem igazi jó humorral. Nos, az volt a megdöbbentő a számomra, hogy a Bundestag elnöke körülbelül egy olyan 15 perces beszédet mondott, és abból körülbelül 5 percig azt az eseményt méltatta, hogy én, a budaörsi tanácselnök, Magyarország egyik legnagyobb állami ünnepén ott vagyok, Nyugat-Németországban. Ez az ember egyébként a továbbiakban is állandó támogatója volt a kapcsolatunk építésének. Tehát ez volt az én első látogatásom. Mellesleg olvastam interneten itt-ott, hogy egész tévesen 1988-at írnak, de ez 87-ben volt. És kialakult a Herbert és közöttem egy olyan kapcsolat, személyes kapcsolat, amelyik ide-oda utazgatással, kölcsönös vendéglátással zajlott. Ebben benne volt Schwabbal, az Interkontinentálban és hasonló dolgok. És mindig érett a gondolat, hogy na ezt a kapcsolatot most már próbáljuk meg kiebb terjeszteni. Azonban azok a körülmények, amik akkor léteztek, támogatás, de nem lehetett remélni. Tehát valójában úgy is mondhatnám, hogy sokáig titkolva, aztán keveseket beavatva jutottunk el odáig, hogy 89 talán februárjában a budaörsi tanács elé mertem vinni én ezt a problémát. Mondanom se kell, hogy egyhangú támogatása volt. Na de ugye tudjuk azt, hogy akkor még volt különböző szintű pártszerveknek a sokasága. Ezekkel tulajdonképpen nem beszéltünk. Kiutaztunk. Breszvedben nagy volt a támogatása egy testvérvárosi szerződésnek, de volt sok embernek aggája is. Szóval egyfajta bizalmatlanság nem az ungárdajcsok részéről természetesen, hanem az eredeti breszfeldieknek azért voltak kétségeik irányunkba, de mondhatom, hogy hamarosan ezek a kétségek elszárultak. Márciusban onnan jött egy látogatócsoport, tanácstagok, ottani tanácstagok, és ezek a látogatások teljesen egyértelműen meggyőzték a két oldali döntéshozókat, hogy ezt a testvérvárosi szerződést létre kell hozni. Köszöntöm Breszfeld polgármesterét. Hogyan talált egymásra ez a két település, Budaörs és Breszfeld, és milyen régi a barátság? Die Partnerschaft ist offiziell dieses Jahr 25 Jahre alt, also die Partnerschaft wurde 1989 begründet. A testvérvárosi kapcsolatok első igazi hivatalos lépése 89-ben történt, és azóta folyamatos, tehát 25 éves most ez a kapcsolat. Die ersten Kontakte sind aber schon 2-3 Jahre früher entstanden, durch schriftliche Kontaktaufnahme von früheren Budaörscher Bürgern, die jetzt in Deutschland in der Nähe von Breszfeld leben. Und dann gab es diese Kontakte und die haben dann letztendlich zur Partnerschaftsbegründung geführt. Már korábban is volt sok írásváltás, levélváltás a két partnerré vált település között. Azok a budaörsiek, akik Breszfeld és környékére kerültek, gondoskodtak arról, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön. Mi történt az alatt a 9 év alatt, ameddig nem volt hivatalos a testvérvárosi kapcsolat? Was ist in diesen 9 Jahren passiert, wo es noch nicht offiziell war, diese Partnerschaft? Es gab verschiedene Kontakte, schriftlicher Art zunächst und dann auch persönlicher.
Art mit den damals Verantwortlichen in Budaörs und man hat nach Wegen gesucht, wie man sich näher kommen kann. Und dann die Grenzöffnung zwischen Ost und West Ende der 80er Jahre, die hat den ganzen Prozess dann sehr schnell beschleunigt. Írásos és aztán később szóbeli kapcsolat is volt a város vezetőivel, és aztán hát nyilván 89-ben a határnyitás után felgyorsultak ezek a kapcsolatok. Hogyan nézett ki az első találkozás, amikor találkozott budaörsi kollégájával, Vitinkov Tamással? Egyből barátként üdvözölték egymást a levélváltások után? Wir war die erste Begegnung mit Herrn Vitinkov, dem hiesigen Bürgermeister. War das recht freundschaftlich, die Begegnung, oder wie war das? Die erste Begegnung war für mich im Mai 1991, also gerade mal 2 Jahre nach der offiziellen Partnerschaftsbegründung. 91-ben történt ez 2 évvel a hivatalos testvérvárosi kapcsolat megalapítása után. Ich war damals frisch in das Amt gewählt, wurde in mein Amt eingesetzt und Kollege Tamás Vitinkov war extra angereist zu meiner Amtseinführung. Wir haben uns dort kennengelernt und auf den ersten Blick gemocht. 91-ben lettem polgármester, és Vitinkov polgármester úr eljött a beiktatásomra, és ott rögtön nagyon baráti hangnemben tudtunk egymással tárgyalni. Most 2014-ben újra visszatért Budaörsre. Hogyan látja a települést? Mennyire maradt meg az a régi, szépi svábos bája, és mennyire sikerült modernizálódni és eljutni egy nyugat-európai szintre? Was haben Sie in diesem Jahr für Eindrücke über Budaörs? Ist das immer noch ein schwäbisches Dorf geblieben oder hat sich viel geändert? Wie sind Ihre jetzigen aktuellen Eindrücke? Also in diesen 23 Jahren hat sich die Stadt Budaörs gewaltig verändert. Man sieht, dass hier durch den wirtschaftlichen Aufschwung Gewaltiges geleistet wurde. Als ich 1991 das erste Mal hier war, ich habe noch die alte Hauptstraße vor Augen und die Nebenstraßen auch. Allein das, aber auch die vielen, vielen Industrie- und Gewerbebetriebe, die sich angesiedelt haben. Alles, was neu gebaut wurde. Es ist schon faszinierend. Budaörs ist eine hochmoderne, tolle Stadt geworden. 23 Jahre alt, nagyon sok változás történt, én még éles emlékszem azokra az időkre, amikor eljöttem Budaörsre, és a fő utcán mentünk végig, jobbra-balra a mellékutcák, és azóta egy igazi modern várossá vált Budaörs, sok iparral, kereskedelemmel, igazi központtá. Ahogy látom, ez nem egy egyszerű protokoll az ő részéről, hogy Bratsvárdi delegációval foglalkozni, hanem ez már kicsit mélyebb, ez már inkább, mint hogyha barátságról szólna, nem? Nem inkább, hanem ez alapvetően a barátságról szól, de azért ennek van magyarázata. Tehát ez a 25 év, ebből majd 24 az alatt az időszak alatt volt, amikor ugye Szikinger, aki az első aláírója volt Bratsvárdi részről polgármesterként, befejezte a munkáját, akkor választották meg az én kollégámat Bratsvárdban, és egy időben töltöttük be a hivatalt, mind a ketten fiatalok voltunk, akkor még, és hát egy új lendületet kapott, és ránk hagyományozták ennek az egész testvérvárosi kapcsolatnak a továbbvitelét, és hát nem csak azonos korúak voltunk, nem csak a gyerekeink hasonló korúak, hanem kiderült, hogy a gondolkodásunk is nagyon hasonló. Úgyhogy mi nagyon jó barátok lettünk, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot telefonon. Hogyha problémám volt régen, amikor még nem nagyon tudtuk azt, hogy egy demokratikus berendezkedésben egy önkormányzat hogyan működik, hagyatkozhattunk az ő tapasztalataikra, ez beépült a mindennapjainkban. Szóval mind a hivatalos része a dolognak, mind a magán része a dolognak, hát most már évtizedes múlttal, hagyománnyal rendelkezik. Egy stabil személyes kapcsolat pedig persze, hát ez alapvetően a barátságról szól. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy az eleinte az első időszakban nagyon sokat segítettek nekünk tapasztalatokkal, meg egyébként is, hiszen tudták, hogy azért Magyarországon sok rászorult ember él, és a korábbi polgármester Herbert Szikinger, aki ma is itt van, minden évben egy hatalmas ruhaszállítmánnyal érkezett, és érkezik mind a mai napig, évente egyszer. Ő szervezi meg a gyűjtést és a szállítást is, aztán a Vöröskereszttel osztják szét közösen, de ezzel együtt azért hála Istennek az elmúlt 20-25 év alatt a szegény vidéki rokon képe megváltozott. Ők is mindig elmondják, hogy amikor először jártak Budaörsön, hát ahhoz képest a mai arculata a településnek, az intézményeink, a különböző kulturális lehetőségek, és hát ezek a helyszínek is, amik szépen lassan, hála Istennek egyre inkább jönnek létre,
nagyon megváltoztatta a település képét, úgyhogy nagyon jól érzik, hála Istennek magukat, ahogy így látom, mert most már nagyon kellene mennünk tovább a következő helyszínre, de nem nagyon tudunk elindulni. Szóval én azt hiszem, hogy mindig van valami újdonság, mint ahogy amikor mi ellátogatunk Breszfeldbe, ugyanez a helyzet, valami újat mindig tudnak mutatni, és hát aztán persze ezek a tapasztalatok meg kölcsönösen ki is, hát hogy is mondjam, ki is segítenek bennünket, vagy ha valami itt fölmerül, akkor azt ott is esetleg hasznosítják, és fordítva. Nem tudták elképzelni, lehetséges, az szabad azt? Mert még nem volt olyan, hogy tudják, hogy szabad, a nyitott határ van, és tovább. De sokat találkoztunk, aztán visszavettük, láttam, társakat kaptam, iskolatársakat és barátokat, akik tudtak, Dr. Hill például, akik segítettek, ugye. És mi történt ezután, miután megkötetett a testvérvárosi kapcsolat? Milyen gyakorisággal látogat például Budaörsre, vagy például a breszfeldiek? A breszfeldi budaörsiek többsége már voltak-e a rendszerváltás előtt? Látogattak vissza Budaörsre? Vagy csak önnek adott meg ez a rendkívüli lehetőség? Ja. És itt van már akkori polgármester is, a Herbert Szigiger. Annak volt nagy munkája a breszfeldieket, ott breszfeldiek megmondani, mit jelent egy városi találkozás a polgárokkal, de az gyorsan ment. Többször jártunk ide, például a múzeumi hit, ahol most vagyunk, a múzeumban mindjárt kicseréltük, nekünk sok anyag volt, ami nekik nem volt, ők nekik volt, azt egy össze, Dr. Kovácsos dolgoztam össze, ez nagyon hasznos volt. És azok a régi budaörsiek, akik Breszfeldben éltek elég sokáig, és visszalátogattak Budaörsre a testvérvárosi kapcsolatok megszületése után, nekik is az volt az első dolguk, hogy megnézzék a szülőházukat, meg azokat a környékeket, ahol ők gyerekként éltek? Nem, ez tartott egy ideig, és pedig az akkori idősebbek nem mertek hazabenni. Nem, én mindig mertem. Mindig azonnal is be is köszöntem, az első találkozás már beköszöntem a szülőházamba, és mai napig mondtam már, mai napig klassz egy dolog volt. Mert én nem akartam azt mondani, hogy itt Budaörsön csak bűnösöket találkozunk. Vannak mostan olyan is, akik beszélnek most mernek itt Németországban, a budaörsiek is beszélni, mondja 60 éves, 70 évesek, akik hazajárnak, rendszeresen hazajárnak. Azokat sorra kérdezem, van összekötetésük a szülőházat? Igen, hát ha látnak itt a Budaörsön, ha látnak bennünket, azonnal jöjjön be kávézni, és aztán... És az volt az én terve, a kibékülés, az volt az. Hogyan talált egymásra Budaörs és Breszfeld anno 25 évvel ezelőtt, mikor megkötetett a testvérvárosi kapcsolat? Nyilvánvalóan nem 89-ben indult, hanem 89 májusában, hanem valaki segített abban, hogy ez létrejöjjön. Ki volt ez, és hogyan történt? Ich erinnere mich sehr gut zurück in Breszfeld, wo ich von 1975 bis 1991 Bürgermeister gewesen bin. Haben wir 1977 eine große Halle gebaut. Eine Festhalle kombiniert Sport und Festhalle. Und da kamen dann plötzlich kurz nach der Einweihung. Ez nagyon személyes emlékekből indult ez a partnerség. A 70-es évek végén, mikor Szikinger úr polgármester volt, megkeresték budaörsi kitelepítettek, hogy szeretnék kibérelni a frissen épített sportarénát, sportcsarnokot annak érdekében, hogy találkozókat tartsanak. Ez nagyon meglepődött ezen a polgármester úr, hogy milyen igényel jelentkezem, mert örült is neki. És azt látta, nagy csodálkozva a később, már 70-es, 80-as években már, hogy megtöltötték ezt a sport. És nagyon szépen emlékeztek a kitelepítés időkre, a saját közösségeket így tartották össze, és egy nagyon személyes kapcsolat is kialakult Matthias Schmidt úrral, ugye Budaörsnek most egy díszpolgárával, akivel nagyon szoros személyes kapcsolat alakult ki, és ővele alakultak ki azok a beszélgetések, azok a partneri kapcsolatok, amelyen keresztül a két város aztán 89-ben hivatalosan is egymásra talált mára. Schönem Programm und so weiter. Und dann war in den 80er Jahren, hat der Matthias Schmidt, Mozzi genannt, hat mir bei einer Begrüßungsrede dann so den Ball zugeworfen, hat gesagt, wäre es vielleicht denkbar, diese Tradition hier in eine, vielleicht sogar später, Städtepartnerschaft zu überführen. Und ich habe mir dann gedacht, warum eigentlich nicht? Und habe gleich in meiner Antwort von der Bühne herunter gesagt, ich werde den Gemeinderat das nächste Mal mit diesem Thema befassen und wir werden das probieren. Und das war so 1985, 86 und da haben wir das probiert. Und was daraus geworden ist, das haben wir jetzt
eine schon 25 Jahre, seit 1989 bestehende offizielle Partnerschaft der beiden Städte Budaörs und Breczfeld. 89-ben nagyon közel volt a rendszerváltás, picivel később le is bomlott a vasfüggöny. Mennyire volt merész lépés 89-ben, amikor még nem lehetett sejteni pontosan, mi fog történni a testvérvárosi kapcsolatok kiépítése? Damals, als ich dann zum ersten Mal hierher gekommen bin, damals war Ratsvorsitzender noch Fehérvári János, und wir haben da hingeschrieben, wäre es möglich, dass man vielleicht Verbindung aufnimmt und so weiter. Und ich war überrascht, weil bereits nach wenigen Wochen war offizieller Bescheid da. Jawohl, wir können uns das vorstellen, Sie dürfen uns gerne besuchen mit einer kleinen Abordnung. Und so kam es dann, dass wir 1987, also der sogenannte eiserne Vorhang war noch da, 1987 dann zum ersten Mal nach Budaörs gefahren sind und sind dann empfangen worden, offiziell natürlich, und zuerst war alles relativ steif, man hat sich nicht gekannt, und wie das halt so üblich ist. Und aber wir sind eine Woche dann geblieben, von Herrn Fehérvári durch die ganze Gegend geführt worden, aufgeklärt worden über die hiesigen Verhältnisse. Und wir sind auseinandergegangen nach dieser einen Woche schon und haben damals gesagt, auch wenn es schwierig sein wird, ganz unterschiedliche Lager irgendwo zusammenzubringen. Először nehéznek tűnt ez a kapcsolatfelvétel, ugye az a Budaörs tanácselnökével, Fehérvári Jánossal kezdődtek meg a itteni kapcsolatok kialakítása. 1987-ben jártak itt Budaörsön, és akkor kezdtek el ismerkedni a településsel, személyes helyzettel, Fehérvári Jánossal is ekkor kezdett elmélyülni ez a személyes kapcsolat, és rajta keresztül mégis abban állapodtak meg, hogy bizony ezt meg kell csinálni, ebbe bele kell vágni, akármennyire is nehezebb a helyzet, mint az ember gondolná, vagy ahogy a helyzet elvárható lenne, ezt meg kell csinálni, és így aztán a 89 májusi hivatalos kapcsolatfelvételek után a 9-es évtől már ugye Vittinkov Tamás polgármesterrel együtt folynak ezek a közeledések, és sokkal-sokkal több a pozitív élmény, mint a negatív, tehát ez egy nagyon jó közösségépítésnek a része, ez a partneri kapcsolat, és hát látjuk is, hogy most is ez zajlik éppen 25 évvel később. És milyen érzés volt a vasfüggöny lebomlás után visszatérni Magyarországra? Látni Solymárt, Budaörsöt? 60... Nem vagyok biztos, most 65-ben vagy 67-ben elsőleg itt voltam Solymáron, Németország Solymára. Ezt nem tudtam elhinni, hogy hát Solymár úgy kinéz, ja, szegény izék voltak, helyek voltak, ja, de hát lassan és lassan úgy épített mind fel, hogy hát most egyenlőre azt mondhatom, hogy lehetőve itt úgy élnek, mint nálunk ott Németországon, nincs semmiféle különbség, de akkorában volt különbség, meg a szegények voltak. Megkavaró élmény volt ellátogatni akkor, 65-ben? Igen, igen. És hogy járt-e mostanában Solymáron? És ő megismeri azokat az utcákat, ahol a barátokkal mászkáltak, vagy esetleg a szülőház helyét? Ismerek néhány barátom, ami velem együtt iskolába mentek Solymáron, ja. És ott is már körülbelül heten meghaltak. Az olyan éves volt, mint én, de azok már nem élnek. Ja? A breczfeldi delegáció, aki a tegnapi nap folyamán érkezett meg Budaörs városába, az 84 főből áll. Két részletbe érkeztek, az első csoport 35 fő, ők a mondjuk úgy a hivatalos delegáció, és a második busszal pedig a fúvós érkezett, a breczfeldi fúvós zenekar. És hol sikerült elszállásolni a 84 főt? Van annyi panzió, kis szálloda Budaörsön, ahol ezt meg lehet oldani? Természetesen az Adler panzióba helyeztük el őket, illetve az Adler Hotelbe. Azt szerettük volna, hogyha a breczfeldiek könnyen meg tudnák majd közelíteni az összes rendezvényt, helyszínt, illetve könnyen bejárhassák a várost az itt tartózkodásuk ideje alatt. Hogyan sikerült a programokat megszervezni? Még több szempontot kell figyelembe venni. Vannak olyan fiatalok, akik még nem nagyon látták Budaörsöt, nekik be kell mutatni, és vannak olyan elsősorban szépkorúak, akik Budaörsön is nőttek föl, elég sokat voltak itt a rendszerváltás után, és talán jobban ismerik Budaörsöt, mint mi mindannyian.
Igen, nagyon vegyes a csapat, és úgy szerveztük a programokat, hogy legyen benne olyan programelem is, ami egy ilyen könnyed szórakozás, kikapcsolódás nyújt számukra. Ilyen volt például a tegnapi este is, az üdvözlő vacsora. A mai délelőtt során pedig egy városnézést iktattunk be, ami a Heimat Múzeumból indult. Ott ugye megismerték Budörs történeti múltját, illetve egy kiállítást. Grósz Andrész segített nekünk, ő a Heimat Múzeum történésze, és ő vezette végig a csapatot. Ezt követően egy rövid kitérővel, amely az ipari parkon, illetve kereskedelmi parkon át vezetett, jöttünk el a Cippel-Cappel óvodába. Ez egy német nemzetiségi óvoda. Ez az az óvoda, amely a 25 év során többször is járt kint Breccfeldben. Az itt lévő óvodapedagógusok mentek és sütöttek lángost a breccfeldieknek, tehát hogy nagyon aktív és élénk a kapcsolat közöttük. Most az óvodások egy kis műsorral is fognak készülni majd a breccfeldiek számára. Ezután megyünk egy borkostolóra, az ipacs borászat, illetve pincészetet látogatjuk meg, és azt bezárólag pedig a német katonai temetőbe fogunk kilátogatni a breccfeldi delegációval. A breccfeldi delegáció többek között ide is ellátogatott az ipas pincészetbe, láthatóan rendkívül jól érzik magukat. Mivel kínáltad őket? Mi az, ami még kicsit is kapcsolódik Budörs, az azon kívül, hogy tulajdonképpen itt készültek el a borok? Hát azt gondolom, hogy kávéval akkor nem kezdhetem a felsorolást, mert az nem kötődik Budörshez. Nem őshonos a kávétermesztés, de hát borral, helyi borral, illetve hát szekszárdi és budaörsi borokkal kóstoltunk, és azzal kínáltam a vendégeket.